Szidélykutatásom tulajdonképpen egy fogászban jelentős génnek tulajdonképpen a mutációját elemeztem egy szemgrépes környezetben. Elsősorban azt kell figyelni, hogy a mutációk tulajdonképpen betegséget idéznek elő, valamint vannak esetek, amik éppen kivételt képeznek, amikor éppen, hogy szinte tünet nélkül fognak megjelennek majd. Tulajdonképpen ezennek az előfordulásra valószínűségét elemeztem tulajdonképpen egy sejtfejlesztő programnak a használatával. A gének tulajdonképpen egyszerű matematika alapján tulajdonképpen öröklődnek, illetve mutáció is tulajdonképpen a matematikát követi. És tulajdonképpen a mutációból tulajdonképpen egyszerűen csak matematikai módszerekkel tulajdonképpen megfigyeltem az egész mutációnak tulajdonképpen a folyamatát. A VMTD-ken most veszek részt először, mindig is engemet érdekel tulajdonképpen a kutatás, elsősorban a genetika, de ugyanis szintén a programozás is tulajdonképpen részben az én érdekkörömben szerepelt. Épp ezért gondoltam úgy, hogy talán a kettőt egyesítve egy kutatást el tudnék végezni, és épp ezt döntöm a VMTD-kel mellett, mert amellett, hogy itt van a közelben és Újvidéken tanulok, még magyarul is előadhatom tulajdonképpen a saját kutatásomat. Az én kutatási témám a DSVP gén proteinkódó szekvenciájában fellévő pontmutációk számítógépes elemzése. Először is mennék belekezdeni a kutatásomat, szeretnék mesélni arról, hogy mi is pontosan ez a DSVP gén. Ez a negyedik kromoszom a kúkarján található gén. Megközelítve egy 8350 bázis hosszúságú, és ez a 8350 bázis 5 exon tartalmaz, tehát proteinkódó szekvenciá. A proteinkódó szekvencia 3906 bázispár alkotja, és ez a gén fogorvosi szempontból jelentős, ugyanis ez a dentin sialofoszfor proteint kódolja, amely poszttranszlációs modifikációk után még két kisebb alegységre esik szét, ez a dentin foszfor protein, vagy a dentin sialoprotein. Mindkettő gén olyan a dentinnek a mineralizációjában vesz részt, tehát az ásványanyag képződésében. És ez a gén jellemző azért fontos, mert a mutációja úgynevezett dentin diszpáziás rendellenességeket idéz elő, tehát megváltozik a dentinnek a szerkezete. Ilyen például a dentinogenesis imperfect, amely következtében a dentin csatornák tággá válnak, egymásra csorognak a dentin csatornák, a fogon elszíneződés vehető észre, valamint lehet így mondani, a fog gyorsabban kopik. Ahogy említettem, a kutatásom ezt a gént elemzi, de viszont teljes egészében egy számítógépes, egy informatikai környezetben. Habár ez nem képes helyettesíteni egy laboratórium vagy egy klinikai kutatást, de ezekhez nagyon jó útirányt adhat. Céljaimként a következőket tűztem ki. Tehát elsősorban kimutatni, hogy az adott gén hányféleképpen mutálódhat, az adott mutáció közül melyik az, amelyik nem okozza a keletkező fehérgének a megváltozását, a gént alkotó nitrogén alkú bázisok közül milyen gyakran érinti a mutáció, valamint ezek hol találhatóak, a különféle aminosavakat milyen gyakran érinti a mutáció, egymáshoz képest milyen gyakoriak az aminosavaknak az úgynevezett szinonim mutációi, tehát azok, amelyek nem változzák meg, amelyik nem okozzák az adott fehérjének, adott aminosavnak a megváltozását, valamint azt is még célként vettem, hogy abban az esetben csak egyetlen egy bázis mutálódik, meg az esély annak, hogy úgynevezett nonsense mutáció jön létre, tehát olyan mutációk, amely vagy megakadályozzák a fehérje szintézisnek a rendes befejeződését, vagy pedig épp, hogy megakadályozzák az elkezdődését. Valamint az, hogy az ilyenfajta mutációk hol találhatóak meg a szekvencián. Az elsődleges hipotézisem szerint már a hosszabb bújtéve úgy becsülte, hogy megközelítőleg 10.000-en nagyságrendű mutációval rendelkezik ez a gén. A szinonim mutációk viszont ennek kevesebb, mint 0,1%-át képviseli. Ezt abból becsültem meg, ugyanis, hogy a 40 lehetséges kombináció közül, és 40 lehetséges triplet kombináció közül csak nagyon kevés számú szinonim mutáció van. Legtöbb ezek közül a szerin rendelkezik, ő 6-tal, mi viszont a metionin, valamint a triptofán ilyenekkel nem is rendelkezik. Valamint szintén a hosszából becsültem meg, hogy az olyan mutációk, amelyik nonsense mutációt alakítják ki egy-egy bázis mutációjával, nem hagyja meg a 200-at. Ahogy még egyszer említettem, a kutatásom teljes egészében informatikai környezetben zajlott, de viszont megfelelő program hiányában egy saját fejlesztésű programot alkalmaztam, amelyet a PyCharm fejlesztő környezetben viteleztem ki.
ez a bevitt génszekvencia bázis sorrendjét elemzi, ez természetesen több adatbázisban, online adatbázisban elérhető, itt a NATO is a prezentáció ennek ezen a szlájdján az ilyenfajta ilyen példák, és ez a bevitt szekvencia alapján elsősorban egy matematikai műveleteket végez, amely a matematikai logikán, valószínűség számításon, a kombinatokán, valamint százalék számításon alapszik. Hogyan is működik ez a program? Ez a bevitt génszekvenciát elsősorban leellenőrzi azt, hogy tényleg megy fel az adott génnek a szerkezetének. Tehát, hogy tényleg adeninből, timinből, guaninból, illetve citozinból áll-e. Ezek a génszekvenciák tényleg tripletekből áll-e, tehát gyakorlatilag azt, hogy hármas egységekből áll-e, startkodonnal kezdődik-e, illetve stopkodonnal végződik. Ezután pedig ezer szekvenciát szétszedi részekre, és ez alapján meghatározza a bázisok összetételét, a tripleteknek az megfelelő aminosavaknak a számát, az összes mutációk számát, az úgynevezett polimorf és szinonim mutációknak a számát, valamint az a legvalószínűbb mutációkat, amelyek nonsense mutációkat idéz elő, ezeknek a tripletek, valamint aminosav szerinti összetételét és a helyét a szekvencián. A következő eredményeket kaptam. Elsősorban a nitrogén alapú bázisokat tekintve, leggyakrabban az adenint érinti 1457 alkalommal, ez az teljes mutációknak a 37,3%-át képviselve, viszont a timin rendelkezik a legkevesebben, 5907 esetben, ez az összmutációnak 15,28%-át képviseli. Aminosavak szerint viszont leggyakrabban a szerint mutálódik, ugyanis a száma 542, ez az összes tripletnek 41,63%-át képviseli, mi viszont a stopkodon, ami mindössze a génszekvencián csak egy van, ő a 0,08%-ot képviseli, így menetelható meg, ő mutálódik legritkábban. A szinonim mutációkat tekintve úgy, hogy a szerint az, aki leggyakrabban mutálódhat ilyenféleképpen, 2710 esetben, ez az összes szinonim mutációnak 71,28%-át képviseli, viszont triptofán és a metionin ilyenekkel nem rendelkezik. Az összes mutációnak a száma 1,5026x10^2730-on, ebből viszont a szinonim mutációk mindössze csak 7,2409x10^714-en, tehát ebből látszik azt, hogy az összes szinonim mutáció sokkal kevesebb, mint 0,01%-át képvisel az összes mutációnak. A nonsense mutációk száma egyetlen egy bázis mutáció, és 210 ilyen bázis található meg, az összes bázisnak 5,38%-át képviseli, viszont a tripleteket tekintve összesen 202 olyan triplet van, amelynél ilyen mutáció létrejöhet egyetlen egy bázis mutációja során. Ez az összes tripletnek itt 15,51%-át képviseli. Ebből ez a 202-ből egy a startkodon, egy a stopkodon, valamint a maradék 200 pedig elszúton található a szekvencián. Ezeknek a nonsense mutációknak a bázisokat, az aminosavakat tekintve, vagy tripleteket tekintve, leggyakrabban a glutamint érinti viszont, 64 esetben, ez 31,68%-ot képviselve, viszont a glutamin, fenilalanin, prolin, izoleucin, treonin, aspragin, valin, illetve alanin, ilyeneknél nem fordult elő egyetlen egy bázis mutációja során ilyenfajta mutáció. Szintén a bázisokat tekintve, leggyakrabban nonsense mutációval guanin az, amelyik mutálódik, 101 esetben 48,1% az összes nonsense mutációnak, viszont a timin, ez szerint csak 15 alkalommal, ezzel 7,14% képviselve, így ő képviselte, hogy legkevesebb a százalékot, amely a nonsense mutációkat érinti. Kiértékésünk arra jöttem, hogy a becsült értékhez képest az összes mutáció jócskán meghaladja ezt a becsült értéket, ugyanis ez több mint a 10^2730-on nagyságrend fölötti az összes mutációnak a száma. Összesen 210 olyan bázis van, amelynek elég egyetlen egy mutáció ahhoz, hogy nonsense mutáció jöjjön létre, és hogy említettem azt, hogy ez a kutatás nem képes helyettesíteni a laboratóriumi klinikai kutatás, de viszont érdemeként azt lenne felhozni ezt tulajdonképpen, viszont segít előre látni azt, hogy egy-egy mutáció tulajdonképpen milyen gyakran jelentkezik, illetve a keletkező bázisok a hosszából, a keletkező fejének a hosszából megalapítani, hogy körülbelül valószínűleg hol történhetett a mutáció.
Természetesen egyetlen kutatás sem ír itt véget, ezt a kutatást még rengetegféleképpen lehet bővíteni, elsősorban a nem kódoló szekvenciáknak az elemzésével, illetve más úgynevezett kromoszoma mutációknak az ilyen elemzésével, és ezeknek az ilyen típusaival, tehát inzerció, inverzió, translokáció, duplikáció, illetve deléció elemzésével, valamint egy laboratóriumi klinikai kutatás viszont az epigenetikát is tudja ennek tanulmányozni. És hát köszönöm a figyelmet!